Háló, jó napot kívánok! Arthur Kimből irodája, miben segíthetek? Jaj, szia! Igen, tudom, bocsi. Igen, persze. Egy pillanat. Egy New Yorki lap szerkesztőségében vagyunk. Aki itt dolgozik, érvényesülni szeretne, mert úgy érzi, ha eléri a 30-40 éves kort, és még sehol sem tart a karrierje, kénytelen lesz szembesülni azzal, hogy zátonyra futott az élete. Egyre feszültebb mindenki, a frusztrációt pedig jobb hián egymáson vezetik le, ami nem várt eseményhez vezet. A NEN az annyival durvább, hogyha lehet így mondani, hogy kihasználja nem csak ő, de végül is az ő fejére kerül a glória a történteket a saját boldogulása szempontjából. Ő a magazin főszerkesztője, csupa számító ember veszi körül, tapossák egymást, igazi arcát szinte egyikük sem mutatja meg. Mindegyik karakternek megvan a saját kis egyénisége, és talán egy karakter van, a Lorin, akit Nikola Gergő alakít, aki egy viszonylag stabil, morális mércét képvisel az előadás során. Nem délután elindulok a könyvvásárra, és a pénzügyről átszóltak, hogy egy korábbi járatra foglalja helyet, mert az olcsóbb. Most meg egy csomó tárgyalást kell átszerveznem. Nincs egy drágótok? Mice! Ahó! Igen? Nincs egy rád? De. Egymás életének mérgezése és karrierizmus. Ez áll a történet középpontjában, melynek második felvonása azt mutatja meg, ki hogyan dolgozza fel a tragikus eseményeket. A Gloria egyik kulcsfigurája Dean. Ő a főszerkesztő asszisztense, munkája azonban nem teszi boldoggá. Próbál kirobbanni így a hétköznapokból, ír egy memoárt, de ahogy gondolkodom róla, szerintem nem valami jól írhat ez a srác, főleg amit a többi szereplő is elmond arról, hogy szerintem túl misztifikálja az írást, és hát így túlírja magát egy kicsit. A sok feszültséget alkohollal próbálja levezetni, mert hogy az előrejutás neki is épp olyan fontos, mint a többieknek, még akkor is, ha a sikerhez nem mindig egyenes út vezet. Én nagyon utáltam ezt a karaktert az elején, mert nagyon nem értek azzal egyet, hogy fölfele nyalunk, lefele taposunk, és azt a törekvést, közben mégis egy ember azokat a dolgokat kell megérteni, mert egy embert kell lejátszani, azokat, amik igazak vagy nem igazak, azt is meg kell, végig kell vinni. Nehéz volt sok helyzetben a próba folyamat számomra, mert nagyon kis pici finomságokat kellett megcsinálni, miközben egy szélsőséges karakternél azért sokkal könnyebben meg lehet fogni a dolgokat, mint amikor a fű alatt így próbál az ember lavírozgatni. Ez aztán búcsúzkodás? Hát ez elképesztő volt. Tényleg elképesztő. Igen, az. Na és mi volt a vicc tárgya? Hát, Morrison professzorról dúcsúzkodás. Na, mi Maricsen? Hát, mindegy, van róla egy vicces sztori. És ezen kívül még volt valami? Csak kérdezte, hogy mit akarok csinálni, ha lediplomáztam. Én megmondtam, hogy fingom sincs. Meg adott néhány tanácsot. Ez rendes volt tőle. Az. Brandon Jacobs Jenkins szatírája tükröt tart a társadalom elé. S bár New Yorkban játszódik, ha valaki ráismer saját környezetére, az valószínűleg nem a véletlen műve.